Az Adaptív Huszárz 2023 egyszerre mozdította meg a Magyar Honvédség támogató állományát, légierejét, a szárazföldi erőket, valamint a különleges műveleti erőket is. Közel 30 éve nem volt ekkora méretű több nemzeti hadgyakorlat, melyel a magyar védelmi igazgatás és a civil támogató rendszerek állapotát is tesztelték. A hadgyakorlat sikeres volt, a katonák az új helyzeteket, kihívásokat is teljesítették, a legmodernebb technológiákat alkalmazva. Szürkezónás hadviselés zajlik. A gazdaságban, a médiában, a diplomáciában, és erre nekünk fel kell készülni, sőt felkészültünk, és ezt most tanuljuk, illetve megpróbáljuk elhárítani. Böröndi Gábor szerint a hadviselés folyamatos változását a Magyar Honvédség képes lekövetni, de ehhez nemzeti és nemzetközi gyakorlatokra, eszközbeszerzésekre és a tartalékos állomány bővítésére is szükség van. Magyarország helyzeti előnyben van, hiszen a hadireform a szomszédos háború kirobbanása előtt megkezdődött. Jelentős szerepe és feladata van Magyarországnak a NATO-ban, ami teljesíteni is képes. Az elvárt 2%-os költségvetési hozzájárulással, a képességcélok teljesítésével, ami a nehéz dandár és a légvédelmi szuverenitást jelenti, és a békeműveletekben történő részvétellel több NATO tagállamot is megelőz, de a honvédség továbbra is nagy hangsúlyt fektet a fejlődésre. A magyar honvédség azért sem dőlhet hátra, mert a határaink mentén az orosz-ukrán háború zajlik. Ez mindenképpen a magyar honvédséget arra ösztöki a NATO-val együtt, hogy a keleti szárnyat megerősítse. A magyar honvédségben emeltük a készültség, a kiképzésnek a szintjét, színvonalát. Nemzetközi és hazai gyakorlatokon keresztül készítjük fel a honvédséget, ha és amennyiben szükséges, akkor megvédje Magyarország és a magyar emberek biztonságát. Tehát ha fogalmazhatnék, akkor sebességet váltottunk, még inkább az felkészítés, a készültség, a készenlét kapja a fő hangsúlyt. A jelen és a jövő kérdésein túl a Magyar Honvédség elmúlt 176 évét igyekezett bemutatni az a konferencia, amit a Pákozdi Katonai Emlékparkban szervezett a Magyar Atlanti Tanács a Honvédség és Társadalom baráti körökkel együttműködve. A Honvédség útja Pákoztól a NATO-ig elnevezésű rendezvényen a szakemberek a honvédelmet érintő legfontosabb kérdéseket vitatták meg. 48-tól nem volt Magyar Honvédség. Utána a monarchia keretein belül, utána a két világháború között és a világháború alatt, hát nem szerencsés helyzetben voltunk ugye német elnyomás alatt, utána viszont jött egy szovjet elnyomás, úgyhogy aztán 1990-ben kezdődött el tulajdonképpen az, hogy jó úton haladhattunk, és hát jutottunk oda, ahova jutottunk, és ma már a világ egyik hanem a legfontosabb katonai szövetségének a része vagyunk. Az esemény egy kettős évforduló kapcsán jött létre, hiszen a NATO 75 évvel ezelőtt alakult meg, Magyarország pedig 25 évvel ezelőtt csatlakozott hozzá. A konferencián elhangzottakból tudományos kötet készül, valamint egy katonai középiskolásoknak szóló képeskönyvet is kiadnak majd.